Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Pár héttel ezelőtt megjelent az anyagunk egy kék Mustangról, ami valójában két Mustang volt. Ugyanis egy magyar műhelyben elvágták a 2005-ös Mustangot a küszöbénél, az 1969-es Mustangot szintén a küszöbénél, és a modern autóra ráültették a régi bódét. Akkor az az autó ilyen nagyjából 60-70%-os állapotban volt, de tettünk egy ígéretet, hogy mindenképpen vezetni fogjuk, ha elkészült. Hát most elkészült. Viszont sosem nem tudom eléggé hangsúlyozni, ahhoz, hogy értsétek, miért ilyen nagy dolog, hogy ez az autó itt most megy, közlekedik alattunk, ahhoz meg kell nézni a Check Engine korábbi videóját, amit belinkelek ide alulra, beteszek az első kommentbe, valószínűleg látjátok itt oldalt, teszek zászlócskát, mi egyebet, de tényleg nézzétek meg azt a videót, ami a félkész autót mutatja be, hogy értsétek, miért olyan nagy dolog egy ilyen jellegű, tulajdonképpen karosszéria csere, és hogy miért eszméletlen nagy kihívás. Most pedig szerencsére semmi más dolgunk nem maradt, mint vezetni. Egy kicsit beszélnünk kell arról, hogy mi az a pózerkedés. A pózerkedés, legalábbis pejoratív értelemben, valami olyasmit jelent, hogy az ember görcsösen valami olyasmit akar mutatni, ami valójában nem. Tehát, hogy egy olyan dolgot, amit nem ért el, egy olyan dolgot, amiért valójában nem dolgozott meg, vagy valami dolognak a birtoklását akarja mutatni, amire amúgy nem lenne lehetősége. Na most, könnyű lenne azt mondani erre az autóra, hogy ez itt egy pózerkedés, mert hát kapunk egy problémamentes modern autót, ami kívülről úgy néz ki, mint egy vágyott régi veterán, egy több mint 50 éves Mustang. Szerintem amúgy a valaha volt egyik legszebb Mustang. Nyilván vannak Shelby-k, meg a Boss, meg mi egyéb, de azok már egy kicsit mint túlspilázott autók. A Mach 1, a 69-es Mach 1, a dupla kereklámpával, az előre döntött maszkkal. Nekem talán ez a Mustang design csúcsa, az újakat is beleértve. Ez egy eszelősen jól kinéző autó. Még a kamu légbeömlőt is megbocsátom neki. De hogy most akkor pózerség egy ilyen autóval járni? Tehát, hogy úgy veteránozunk, hogy kivesszük a veteránozásból az összes szívás faktort. Mert hát a legtöbb esetben, néhány egész pici kivételtől eltekintve, veteránozni szívás. Egy régi autóval járunk, szerények az alkatrészbeszerzési lehetőségek, valami mindig megkotlik, ha másért azért nem, mert a legtöbb alkatrész 40 vagy 50 éves, és mire körbeérsz, addigra az utángyártott alkatrészek is megkotlanak. Szóval veteránozni szívás. De sokak szerint ez az a hozzáadott érték, amivel az ember érdemessé válik a veteránozásra. Mert hát új autót bárki vehet veteránozni, ahhoz viszont kell az utánajárás, kell a munka, kell a szívás, hogy érdemessé váljunk rá. Nagyon érdekes a beltér, mert nagyon különböző autók találkoznak. Tehát itt van ez a modern középbox, könyöklő, pohártartó, meg a jellegzetes T-alakú váltókar. Itt van a középkonzol, benne a modern klímaszabályzókkal. Tényleg van légkondink, van kapcsolható kipörgésgátlónk, hátsó ablakfűtés, mi egyebek. Viszont itt nagyjából a térdünk fölött véget ér a 2005-ös autó, és onnantól jön a 69-es Mustangnek a műszerfala. Na most, hogyha ma látnánk ilyen fabetét imitációt egy autóban, bár még akár az is lehet, hogy eredeti, ahogy így húzom rajta az ujjamat, mert érezni az erezetet. Szóval, hogy ez az a fajta fabetét lenne egy modern autóban, amiről nem tudjuk eldönteni, hogy egy nem túl szép valódi fa, vagy egy jobban sikerült utánzat. De a lényeg, hogy innentől már nagyon érezni, hogy ez itt egy 50 évvel régebbi szemlélete a világnak, és a jellegzetes csőműszerek, tényleg a fordulatszemmérő, a sebességmérő, az üzemanyagszintjelző, azok mind a 69-es autóból jöttek, és az elől a géptető alatt van egy emulátor, amivel megoldották azt, hogy a modern motorból érkező jelekről csináljanak egy jelet egy villanymotornak, ami hát tulajdonképpen szervomotorként mozgatja a fordulatszemmérőt, ugyanígy jártak el a sebességmérővel is. Ezen felül nekem az egyik kedvenc részletem, hogy az anyós oldal kapott egy órát, tehát ugye a 69-es autóban ez valószínűleg alapfelszereltség volt, de mennyire jól néz ki, mennyire mutatós, tök érdekes, hogy ezt a sofőr soha nem tudja leolvasni. Az autózás egy nagyon-nagyon megfoghatatlan, irracionális örömforrás.
mindenki másért csinálja. Van, aki a gyorsulásért csinálja, van, aki a kanyarsebességért csinálja, van, aki azt szereti, amikor van egy túlmotorizált kupéja, amivel beáll 70 és 90 közt egy tempóra, és súlyos-súlyos 100 kilométereket lebubog. Na most, ez az autó erre való. És mellette egy csoda, amikor kiszállunk és visszanézünk rá a parkolóba. Egyrészt, mert különleges, szerintem egy ilyen állapotú Mach-1 már Amerikában is az lenne, itt Európában meg aztán végképp olyan, mintha egy másik világból érkezett ide. Most, hogyha a 60-as, 70-es évek Amerikáját nézzük, akkor igen, ez egy másik világból érkezett ide. És hogy kivesszük a képletből a veteránozást magát, mert hogy egy modern autó van alatta? Szerintem ez nem gond, mert egy nagyon komoly örömfaktort nyújt az autó. Csináltak alá egy kipufogó rendszert, ami az én ízlésemnek amúgy egy kicsit hangos. Ellenben, amikor beállunk egy fix tempóra, fix fordulatnál, akkor majd, hogy nem teljesen elhalkul, amikor meg felpörgetjük, akkor viszont megjön a jellegzetes V8 hang. Nem egy különösebben szép V8 hang, de egy nagyon markáns V8 hang. És közben meg ücsörgünk, azt nézzük az irgalmatlan géptetőt. Sportautó amúgy így sem lett belőle, mai mércével meg aztán főleg nem, hiszen akárhonnan nézzük, ez egy 20 éves autó, mármint az alapokat adó autó, tehát a futómű, a fék, a motor, a hajtáslánc, ez egy ma-holnap 20 éves autóból származik. Viszont, ugye ahogy azt az előző videóban megbeszéltük, a Mustang maga sem egy sportautó, vannak neki nagyon sportos változatai, vannak neki olyan változatai, amik már európai versenypályákon is komolyan ütőképesek, de az alap amerikai Mustang GT az nem nevezhető sportautónak. Amit ez az autó kapott, tehát amit a 69-es Mustang kapott azáltal, hogy megkapta a 2005-ös technikát, az az, hogy ez egy problémamentes autó. Tényleg, megyünk vele, itt autókázunk föl s alá a kamera kedvéért, tényleg ez a létező legrosszabb üzem, mert hogy melegszik, stb. De egész egyszerűen ezzel én most itt úgy közlekedek, mint egy autóval, nem pedig úgy, mint egy 50 pluszos veteránnal. És ez nagyon nagy dolog. Pontos a kormány, kicsit nehéz, visszajelzés nincs sok rajta, de nem az a jellegzetes gatyagumi, mint a korabeli amerikai autókon. A fék nincs túl szervózva, de ha az ember belelép, rendesen megállítja az autót. Meg aztán 308 lóerő. A mérés szerint ez az autó 308 lóerő, és valamivel 1,6 tonna fölött van a súlya, tehát nyilván mai réptékkel már nem mondjuk rá azt, hogy gyors, de azért nagyon tisztességesebb mozog, és amit igazán szeretnek ezekben az autókban, tehát amikor lelépjük a pedált, visszavált az automata váltó, égnek emeli az orrát, megcsikorgatja a gumit, és így kilő a horizont felé, azt nagyon-nagyon jól tudja. És olyankor még amúgy a hangja is szép. Bluetooth-os rádió van, ami nem kapott fejettséget, elrejtették. Itt egy hangerő szabályzó van, le tudjuk tenni a telefont, fel tudjuk venni a telefont. A 2005-ös ülések vannak benne, ami hát amerikai mércével már bucket seat, azaz kagyló ülés, de hát európai szemmel nézve ez azért inkább kényelmes ülés, mint sportos. Ami egy picit talán zavaró, az az, hogy ezek az ülések magasak, jól vannak párnázva, puhák, és hát nyilván az autó gyári padlólemezéből nőnek ki. Ellenben a 69-es kaszni meg alacsony, tehát ahogy az ember ül benne, hatalmasat takar a külvilágból a tetővonal. Nekem előbb a kereszteződésből való kikanyarodásnál a visszapillantó tükör egy komplett kombifókuszt kitakart. Tehát, hogy nem akkora holteret csinál, mivel kvázi átnézünk rajta, ami már egy kicsit kellemetlen, viszont van ennek jó téteménye is, a nagyon szépen domborított, nagyon jellegzetes géptetőt, azt egy kicsit felülről látjuk, és visszük magunkkal ezt a hatalmas acél pingpongasztalt, rohadt jól néz ki. Megy az elektromos ablak, és az elektromos ablakot még a távirányítóról is föl lehet húzni, ugye, vannak ilyen funkciója. Szóval tényleg vicces, hogy az ember ül egy ilyen modern autóban, ahol itt vannak ezek a modern szögletes műanyag elemek, meg egyebek, és akkor van egy olyan áoszlopunk, hogy hát, nem tudom, nagyobb termetű emberek fókuszpiszkálónak is tudnák használni. Rohadt érdekes érzés. A kormányunk az például megint az új autóból jön, de ugye kiszedték belőle a légzsákot, került elére egy ilyen plakett. És hogy pózerségnek számít-e, így visszakötve az elejére? Szerintem amúgy egyáltalán nem. Tehát az a csodálatos az autózásban, és az a csodálatos a jelenlegi technikában, hogy meg tud történni egy ilyen jellegű átépítés, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret ebben a hobbiban. Hogy lehetett volna ez pályaversenyautó is, persze. De nekem így lett kerek egész, hogy van egy gyönyörű,
hát mondjuk azt, hogy 2 plusz 2-es GT, amivel nagyon jó elmenni messzire. Nagyon vágyom arra, hogy ezzel az autóval kimenjek valami országútra. Az se baj, ha vannak rajta kanyarok, de nem szempont. És mondjuk ilyen 90-es, 100-as tempóval is szépen elguruljak a naplementébe, közben meg hallgassam ezt a szerény bubogást, meg érezzem, ahogy finoman rázza a kasznit a V8. Nyilván ez a V8 már nagyon messze van az eredetitől, ez egy két vezérmű tengelyes, négy szelepes modular motor, nem pedig az egykori Super Cobra Jet. Nem tudom, hogy azzal ment-e jobban, vagy ezzel ment-e jobban. Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen modern, befecskendezős motor azért szélesebb tartományban terhelhető, mint egy ilyen régi karbis 7 literes. Nem lennék amúgy meglepve, hogyha ez az autó jobban menne, mint az eredetie. De ami a legcsodálatosabb az egészben, az mégis az, hogy ez az autó, ez itt Magyarországon el tud készülni. Hogy vannak olyan szakemberek, akik egy ilyen léptékű átépítést, hogy egy autót ráhegesztenek egy másik autóra, és akkor ez most egy degradáló leegyszerűsítés volt, szóval, hogy egy ilyen léptékű átépítést meg tudnak csinálni itthon. Most kéne referenciálnak egy Szabály 2005-ös GT, megnézni, hogy milyen akkor az az autó, hogyha nincs rajta egy másik karosszéria, mert tökre érdekel, hogy ezek a kis mechanikai zajok, a váltó működése, stb., hogy ez ilyen, vagy hogy ebben a konkrét példányban ilyen. Minden esetre az élmény maga, 100%-os. Azt meg, hogy a veterános ismerősök mit gondolnak arról, hogy mi nem fekszünk komplett hétvégéket vagy hónapokat az autó alatt, olajosan retkesen csak beleülünk és használjuk, az meg nem igazán számít. Nekünk megvan az örömforrás, és aki megveszi ezt az autót, vélhetően ő ezt keresi. Ha van dolog, amit mindig ki akartam próbálni, az az, hogy milyen itt középen tankolni. Kap egy kis tátossat, addig pedig iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és írjátok meg, hogy ti milyen padlólemezre szomapolnátok rá, milyen autót. Vannak elég vad dolgok az interneten, ha rákerestek a témában. Ez egy elég markáns darab.